február második felében egyre erősebb a remény, végre befejeződik a tél. Nem csak a fények dinamikusabbá válása, a hosszabb nappalok mutatják-e változást, hanem az erdő királyai, a gímszarvas bikák sokszor felemás, sőt gyakorta már fejdísz nélküli, meglepő látványa is. Az agancshullajtás virágjában vagyunk, az eddigi agancs növekedése megáll. A csapról leválik, hogy azonnal megkezdődjön az új fejék felrakása. Bár a szarvasnak nem fáj a magától leeső agancs helye, ilyenkor különösen érzékeny időszakban találjuk koronás főinket. Nem mehetünk el amellett sem szótlanul, hogy jó páran megpróbálják idő előtti agancshullajtásra kényszeríteni az állatokat. A hullajtott agancsnak sajnos jó ára van a fekete piacon, és sokan bármit elkövetnek azért, hogy megszerezzék. Sőt, mielőbb kikényszerítsék az állatoktól ezt a kincset. Rendszeres a szarvas rudlik zavarása, űzése, üldözése, bekergetése a sűrű növésű fás területek belső részébe, hogy idő előtt agancshoz jussanak. Ez nem csak stresszt okoz az állatoknak, de előfordulhat még az is, hogy az agancs erőltetett letörésével maga a szarvas koponyája törik, sérül. Mindehhez súlyosbító körülmény, hogy Magyarországon agancsot csakis arra jogosult személy, az erdőgazdaság munkatársa, a vadásztársaság igazolt tagja gyűjthet. Neki pedig pontosan el kell számolnia a behozott értékekkel is. Ha tehát valaki megmarkol egy elhullajtott agancsot az erdőn, és a hóna alá csapva, mint erdei szuvenírt hazaviszi, bűncselekményt követ el, már azzal a puszta ténnyel is, hogy hozzányúlt és épp a birtokában van. A szarvasoknál még csak tart, az őzeknél viszont már rég le is zajlott az agancshullajtás időszaka. Sőt, sok bak esetében már barkás, nem sokkal a tisztázás előtti agancsot láthattunk. Különösen szépek ezek az új fejékek ellenfényben, jelen esetben például a mezőtúr környékén készült képeinken, amikor a barka nagyon plasztikusan rajzolódik ki a felvételeken. Puhasága, érzékenysége szinte kézzel fogható még a videókon is. A mindennapi vadvilág elég szép és izgalmas ahhoz, hogy önmagában célpontjaink becserkészése, a megfelelő fények kivárása, a jó fotópozíció legyen a kaland lényege. Ahelyett, hogy fizikai, fájdalmas közelségbe kerülnénk bármilyen négylábú patásbarátunkkal. Hagyjuk meg mindenki életterét és szabadságát, hogy az erdő legközelebb is örömmel és újabb titkok megosztásával hálálhassa meg értő és érett viselkedésünket az ország zöld templomában.